Hír 3D, a videó hírügynökség. Töltse le ingyenes applikációnkat iOS-re és Androidra. Nagyon sok filmet gyártanak. Nigériában, Burkina Faso-ban nagyon komoly, szinte hollywoodi stílusú filmgyártás folyik. Például Nollywoodnak hívják a nigériai filmgyártás bázisát. Na, a helyzet az, hogy Afrikában nagyon sokszínű dolgokat lehet a filmeken látni, csak nem nagyon jutnak el ilyen távoli kontinensekre, mint Európa. De azért látni kell, hogy Oscar-díjas filmjeik is vannak. Például ma mutatjuk be az egyiket, a Cocit. He lives in a place without hope, where life has no meaning and survival is the only thing that matters. But in one moment, his life will be changed forever. Fehér menyegző, ez egy szokásos történet, házasságkötés előtti kalandok. Tulajdonképpen van egy ilyen viszonyítási alap, talán látták sokan a Bazi Nagy Görög Lagzi című filmet. Valahogy hasonlít ehhez a hangulat, ahogy Dél-Afrikában egy sötétbőrű és egy fehérbőrű pár összekerül, elhatározzák, hogy házasságot kötnek, és gyakorlatilag a házasságkötés előtti kedves kalandok, a legénybúcsú, ezekről szól a film. Fantasztikus jó ötvözete annak, hogy egy társadalmon belül mennyire különböző értékeket is tudnak felsorakoztatni a bőrszín alapján is az emberek. For companionship, for comfort. Home-cooked meals, raising kids together. But women will always mess you up with their disappointments, with their expectations, with their ex-boyfriends. That you don't have to talk all the time. You can just enjoy home, silences. Sounds horrific. Because you screwed up your one chance at love. Why don't you just shut up? No, you shut up! Kongói gyártású Benda Bilili, amely gyakorlatilag az afrikai Buena Vista Social Club története, ez kongói hajléktalan zenészeknek a története, igazi történet. Fantasztikusan jól zenélnek, összeálltak, és egy olyan stílusú zenét játszanak, mint amilyet a híres Buena Vista Social Club. Of all the ambassadors in the world, and there are many, for me, the key ambassador is culture, is music. And if someone said to me, who are the ambassadors of Hungary, I'd say, for example, Bartok and Liszt, or of Britain, maybe the Rolling Stones and the Beatles, or of Germany, maybe Mozart and Beethoven. But what I mean is that in Africa, the thing that really helps the image of Africa shine, the thing that really makes Africa extra special for most people inside Africa but outside Africa, is the music. I don't want to go again. Shut up.